Sziasztok! Sziasztok! Ebben az adásban a Cambium Networks CN Pilot wifi t fogjuk nektek kivesézni. Tartsatok velünk! Gergő, tulajdonképpen ki is az a Cambium Networks? A Cambium Networks 2011-ben jött létre, amikor a Motorola kicsit bajba került, és elkezdte kiárulgatni az üzletágait, Ekkor kiárulták a kültéri pont, pont- és multipont üzletágukat, ebből jött létre tulajdonképpen a Cambium Networks. Az érdekes információ róluk, hogy csak 2015-ben dobták piacra az első WiFi-s megoldásukat, és ez azért volt, mert volt egy megállapodás a háttérben, hogy a Motorola-val való szakítás után három évig nem dobhatnak piacra WiFi-t, ezért ennek 2015-ben jött el az ideje. Ekkor egy E400-as nevű AP-t dobtak piacra, ez volt az első, ami hardverben nagyon jó volt. Nagyon jó lefedettséget biztosított, ez egy Wave 1 es AC Wave 1 -es AP volt, nagyon jó lefedettséget biztosított, nagyon jó sávszélességeket biztosított, meglepett mindenkit a piacon, hogy így bedobtak egy AP-t, és azonnal jó volt a teljesítménye, viszont volt egy nagyon nagy gyenge pontja. Ez a szoftver. A szoftver. Ez pedig a felület. Azt kell tudni, hogy az egész koncepció úgy indult, hogy cloud alapú, tehát egy, egy felhőszolgáltatást ö, csatoltak, méghozzá ingyenes felhőszolgáltatást csatoltak a wi megoldásuk mellé. Ez annyit jelent lényegében, hogy nem kell kontrollereket telepíteni az adott rendszerekhez, hanem akárhol is van nekünk wi hálózatunk, akár több is, azt kezelhetjük egy cloudos, egy, egy webes felületről lényegében. Na most... Ö, a gyenge pont az pont ez volt. Tehát egyrészt fantasztikus volt, hogy cloud alapú volt és ingyenes volt. Ezzel tulajdonképpen eléggé újat mutattak, mert ez más konkurenciánál mindig fizetős dolog volt, viszont nagyon gyenge volt a felület. Nagyon-nagyon nehézkesen működött. A monitoring funkciók se voltak az igaziak, és ez abból következett, hogy a mérnökök, akik ezt az egészet tervezték, azok igazándiból nem értettek nagyon a wi hez hanem inkább a kültéri multipont, kültéri pontpont -pont megoldásokhoz fejlesztettek szoftvereket, kezelőfelületeket korábban, és azt gondolták, hogy a Wi-Fi az tulajdonképpen kb. ugyanazt kívánja. De szerencsére rájöttek, hogy nem. És uh, igazániból innentől datálható a CN Pilotnak a sikere, amikor uh -huh. újra dizájnolták az egészet. Egyébként hova sorolnád ezt a terméket? Inkább prémium kategória, vagy belépőszintű kategória? Igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert az az érdekessége a Cambium Network CN pilotjának, hogy pont középen helyezkedik el. Tehát fölötte helyezkednek el a prémium gyártók, mint Cisco, Rucus, Aruba, a tényleg az enterprise high-end megoldások, és alatta helyezkednek el a más gyártók által, de inkább belépő szintűnek nevezett wifi termékek. Na most, kis... Kronológia. 2016-ban jöttek a kültéri ap -k. ezek voltak az E500-asok, később jöttek az e 500 1502 esek Omni antenna, vagy éppen szektorral szerelt, de alapvetően ACV vegy rendszerű ap król beszélhetünk. 2017-ben fejlődtek ugye sokat, az előbb már említettem, mármint a szoftveres felületen, 2018-ban már switch-eket is hoztak, itt is ugye sok kritika értek őket, mert Kezdetben az első switch család az Layer 3-as switch volt. Azok drágák, ugye? Igen, ezeknek ez az a nagy hátrányuk van, hogy switch gazdag ugyan, de ha pont a középszegmens nézzük, mm. ahova ez a Wi-Fi ö, szánva van, akkor oda pont Layer 2-es switch kellene, nem pedig egy drága megoldás, és ö, ö, szerencsére ezt 2020-ban, tehát idén mm. ö, gyomlálták ki ezt a problémát, jönnek a Layer 2-es switchek, és jönnek, a Wi-Fi 6-os pointok -ok is idén. Ó, azt nagyon várom. Igen, 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 azt én is. Egy dolgot hagytam ki, és ez pedig egy érdekes dolog. Tavaly, 2019-ben felvásárolták a C-ROS-t. Ó, úgy hallottam, az egy nagyon nagy wifi gyártó, ugye? Nem nagy gyártónak minősül, de nagyon Tehát ez egy felső kategóriás, ez egy high-end wifi megoldás. Szoftveres oldalon, tulajdonképpen a CN Pilot megoldásait egy szinten följebb helyezheti, hogyha ügyesen tudják integrálni a CIRUS szakemberektől jövő tudást a CN pilotos vonallal. Ezt még mai napig várjuk, hogy mi lesz ebből pontosan. Jelenleg még párhuzamosan fut a CIRUS Cloud és a CN Maestro, a kezelőfelülete a CN Pilotnak, de ha minden igaz, lesznek itt változások talán jövőre. És ha sikerül az integráció, akkor várhatóan a jövőre egy sokkal jobb terméket kaphatunk még a mostaninál is pedig, ez sem egy elhanyagolható termék. Igen. igen, Biztos, hogy hogy újabb feature-ök és sokkal fejlettebb feature fognak jönni a felületbe. Na most az megosztó kérdés még, hogy ez most fizetősen jön, vagy ingyenesen, mert ugye a CN Pilot ingyenesen mm. lett beindítva, tehát a CN Maestro pontosabban ingyenesen lett elindítva. Kíváncsiak vagyunk, kíváncsian várjuk a változásokat. Még egy nagyon fontos, ami tulajdonképpen a CN Pilotot azért elhelyezi a fejekben, a beltéri ap egységesen 5 év garanciát ad, out of the box a gyártó, kültériekre 3 évet. Azért ez nem mindennapos. Ez ritkaság. Ebben az árszegmensben meg pláne nem. Jó, röviden ennyit a Cambiumról, meg a CN Pilotról, már mármint a hátterükről. Vágjunk bele a hardverekbe. Gergő, akkor kezdjük a beltéri hardverekkel. Rendben. Akkor nekem ide készítettek egy E600-ast. Itt pedig egy E410-es? Bizonyám. Na mi a különbség a kettő között, pedig? Hú, hát az E410-esen egy darab Ethernet port található és kétszer kettő mimos. Ami az E600. Az két gigabites Ethernettel rendelkezik, tehát Daisy Chainbe köthetjük az AP-kat, valamint van rajta egy USB port, valamint BLE Bacon is található benne. Uh -huh. Rádiós tekintetben? 4x4-es. Az a 600-as, 4x4-es, míg a tied? 2x2-es. Igen. De már ez is tud 500 megabit per szekundumot wifi n Ó, ez saját tapasztalatnak? nem? Saját tapasztalat. Nekem is ilyen van itthon. Itthon, otthon. Azért az beszédes, hogy beválasztottad. Jó. Akkor folytassuk a kültéri lp Gergő, mik vannak? E505, E510, E700. Ó. Ez a nagy tesó. Ez a legkisebb. Ez pedig a közepes testvér. Tehát rádiós tekintetben mi a különbség? Ő egy kicsi 2x2 ACV-2 -es eszköz, 5 dB s antennával. Ő egy szintén v 2 szintén 2 x de 8 dB s antennával felvértezett darab. Ez pedig már a Nagyágyú a 4x4-es rádiókkal ellátott kültéri Ultimate szörny. Ezek mindegyike 3 év garanciával érkezik. Két lamport van az E700-ason, egy lamport van az 510 esen és ez van érdekesség, hogy az a E500-as, ami ennek az elődje, ami még csak V1-es, az a mai napig egy keresett darab, uh -huh. mert két lamport van rajta, és tudja a Poe Pastruth, ezért kültéri telepítéseknél meg lehet vele oldani azt, mint egyébként a nagy testvérrel is, hogy rákötünk egy kültéri rádiót, ami megkapja az áplinket, és itt tulajdonképpen nem kell kábeleznünk az AP-ig. Pontosan. A Kistestvér az egy költségcsökkentett változat, azért hívták életre, mert, de már látható, hogy ez is fém hátlappal rendelkezik, a hűtőbordája szépen ki van alakítva. Azért hívták életre, mert az E510 a belépő, azért egy magasabb árszabású termék a konkurenciához képest, kellett nyitni lefelé, ennek lett az eredmény az 505. Az 510-ről még azt érdemes elmondani, hogy rendelkezik a RAIL, rail minősítéssel, Aha, tehát hogy vasúti állomásokra ez telepíthető, teljes biztonsággal. És ahhoz képest, hogy milyen ára jön, nem sok AP támogat ilyen feature-t. Köszönjük a figyelmeteket! Következő adásban beszámolunk, pontosabban Peti be fog számolni Igen. a test közeli tapasztalataival, mert hogy ő elég sok rendszert látott már éleszteni, működni, eleve otthon is ez van neki, tehát tulajdonképpen az összes működési metodikát el tudja mesélni, hogy kb. mi az előnye, hátránya. Telepítési, üzembehelyezési szintén előnyök, hátrányok megemlítésre fognak kerülni. Valamint a végén húzunk egy konklúziót, hogy mégis kinek ajánljuk ezt a termékcsaládot. Sziasztok! Sziasztok! Ne feledkezzetek el! Feliratkozni! csengővel! <laughs> Ciao. Jövő találkozunk! Sziasztok!